azokat is, akik nem szeretik. Érzelmileg nagyon felháborítja, megbotránkoztatja. Szembe állítja. Na most, ami számomra ma már elfogadhatatlannak tűnik, az, hogy állítólag ebben az országban 1990-ben némi változások következtek be a társadalmi gazdasági életünkben. A politikai életben nem mondom, mert ugyanazok maradtak felszínen, akik a korábbi, a Kádár rendszer alatt a kommunista párt vagy a kommunista ifjúsági szövetségben játszottak komoly szerepet. Amilyen helyzet ma kialakult a magyar társadalmi életben, a sportban, a gazdaságban és a politikai helyzetben, az figyelembe véve a történelmi körülményeket, hogy mondjam, majdnem természetes dolognak tűnik. Na most én a természetes meghatározott, azt én idézőjelbe teszem, mert számomra, meg nagyon sokunk számára, meg az emberek milliói számára ez nem természetes. Ez egy abnormális állapot. És amit én egyszerűen nem tudok elfogadni, hogy közszájon forog, hogy 1990-ben rendszerváltozás volt Magyarországon, ami egyszerűen nem igaz. A fiam már jó ideje úgy kezdi, vagy úgy fogalmazza meg, hogy 1990-ben megkezdődött a rendszerváltoztatás. Nem fejeződött be, ez azt jelenti. Néhány változást eszközöltek. Első van a gazdasági életünkben, mert az államosításból roham léptekkel tértünk át a magánosítás, a privatizáció területére, és ami elfogadhatatlan, hogy azok sajátították ki az állami vagyon értékes részeit, akik korábban meghatározó szerepet játszottak a bolsevista, kommunista érákban. Magyarul a politikai hatalmat gazdasági hatalommal változtatták. Na most ebből kiindulva meggyőződésem, hogy mindaz, ami történt 1987-től 90-ig a választásokig, egy forgatókönyvben előre leírt szöveg alapján történt. És erre a forgatókönyvre azért is szükségük volt, hogy nehogy eltéveszik a követendő célokat. Na már most, ha az ember végig gondolja, itt kell egy zárójeles megjegyzést tennem. Én nagyon sok mindent megéltem ebben a hazában. Én megéltem a második világháborút, kezdettől a végig. Megéltem 45 után azokat a kierőszakolt változásokat, amelyek elvezettek az első években 45 után a Rákosi rendszerhez. És láttam, hogy ki, mikor, milyen pozícióból került egy ahhoz hasonló másik pozícióba. Meg én láttam Dorogon, hogy kik lettek 45 után a legvéresebb szájú kommunisták. A nyilasok. Na hát akkor most ki kell mondani, hogy azok a nyilasok, akik véres szájjal 45 előtt
vitték az országot egy szakadékba. Szóval ilyen események, történések, történelmi folyamatok alapján nekem ebben az országban senki nem tudja megmagyarázni, meg velem elhitetni, hogy itt megszűnt a bolsevista, kommunista mentalitás, és annak a szóvivői, mert hát nyilván, hogy nagy, itt élnek köztünk, és nem is akármilyen módon irányítják ennek az országnak a sorsát és a mi életünket. Hogy 1945 után, a Rákosi éra időszakában fizikailag keltettek félelmet az ország akkori kommunista vezetői, ez egy dolog. Egy másik dolog, hogy az elmúlt 6-8 év alatt, sőt, talán 1990 óta megállás nélkül egzisztenciálisan félelembe taszították az egész országot. Igen, ugyanazok. És ez a rosszabb. És ez a rosszabb, mert ha engem félig agyonvernek, akkor tudom, hogy kaptam egy verést. De ha most egzisztenciálisan beletaposnak az ember magánéletében, akkor nem csak ő vele, hanem a családjával szemben követnek el gyalázatot. Amikor jöttünk, akkor épp ezt mondtam Zsoltnak, hogy a kiszámíthatóság, az ami 98 és 2002 között volt, az megszűnt, és a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, a kiszámíthatatlan jövő rátelepszik az emberekre. Ami a félelmet is jelenti. Hát ez félelmetesebb dolog, az ember jól belegondol abba, annál, mint hogy a Rákosi időben bevitték valakit az AVH-ra, aztán vagy kijött, vagy nem. De ott nem várt jobbat senki, mert ott tudták, hogy akit az AVH, meg a politikai rendszer meggyötör, az fizikailag nagyon sokat kell elszenvedjen. 49-ben emlékszem, hát azóta fönt a meggyőződésük az elvtársaknak, hogy a Fradit meg kell szüntetni. Most ilyen messzire nem mertek azért mégse elmenni, mert egy egész országgal kerültek volna gyakorlatilag szembe. Tehát mit csináltak? Szétdobálták, elvitték a játékosokat, megváltoztatták a nevét, és egy olyan kényszerpályára állították a Ferencvárost, ahonnan nem volt lehetőség kitörni. 56-ban a forradalom alatt, meg után bekövetkezett egy olyan rövid időszak, amikor a Ferencváros visszaadta saját magának a Ferencváros nevet. Nem, mert azt nem állami hivatalok adták vissza, hanem akik szeretik a Ferencvárost, azok visszavették a nevüket. Hát ez nyilván. Tehát ilyen módon következhetett az be, hogy a legújabb kori bolsevik hatalmat gyakorló vezetők úgy döntöttek, hogy a Ferencvárost ki kell zárni az első osztályból. Mert hogy hát, ha a közönség elhagyja a Fradit, és nem Mi azt szoktuk mondani, hogy itt